Kellemes estét kívánok mindenkinek, elindult a Restart, ez itt a Fix TV informatikai műsora, jó magam, a Vendi vagyok, az elérhetőségeink, igen, a képernyő alsó részén olvashatók, a műsor élő, úgyhogy van lehetőségetek felvenni velem a kapcsolatot, kérdezni, hozzászólni, ha van informatikai jellegű kérdésetek, hozzászólásotok, akkor a képernyő alsó részén elhelyezkedő elérhetőségeink valamelyikén jelezhetitek felénk. Facebook, Skype, illetve telefon, ez a három van. A Facebookra már most írhatjátok az üzeneteket, ezeket majd természetesen a legfrissebb hírek ismertetése után olvasni fogom, és természetesen válaszolok is, hogyha olyan kérdés jön, amire tudok válaszolni. Ha valamire nem tudok, akkor meg majd nem válaszolok rá. No, kezdjük hírekkel. Ugye beszéltünk róla már igazából egy picit érintőlegesen a pénteki Restart Extrában, hogy ugye az S8-ra mikor is jön már meg végre ez a fránya Android 8-as, azaz az Oreo verzió, és hát ugye nem véletlenül adják ki a gyártók a mobilos operációs rendszerek frissítését, ezekkel stabilabbá válik, biztonságosabbá válik egy készülék, azonban előfordul, hogy éppen a frissítések okoznak problémát, az S8, illetve 8 plusz esetén is ez a helyzet. A hét elején, ugye a múlt hét elején kezdte el a Samsung az Oreo Android 8.0-as stabil buildjét, ugye a Galaxy S8, illetve 8 plusz készülékekre kiadni, azonban néhány óra elteltével leállította a frissítés menetét. Az történt ugyanis, hogy az update után néhány eszköz váratlanul leállt, majd újraindította magát. A Samsung elismerte a problémát, nagy hibát említve a szoftverben, és ígéretet tett arra, hogy amilyen gyorsan csak lehet, kiadja a javított update-et. Azért hozzátette, a probléma csak kevés eszközt érint, tehát nem világszerte, hanem csak néhány európai, illetve közel-keleti országban indították el a frissítést egyelőre. A dél-koreai cég már vizsgálja a problémát, de egyelőre még nem sikerült azonosítani a váratlan újraindulásnak az okát. Ez azért ugye meglepett néhány iparági elemzőt, mivel a Samsung állítólag példátlanul hosszú ideig és mérehatóan tesztelte az Oreo-t az S8-as számára. A késlekedés hatással lehet a Galaxy Note 8-asra történő Oreo frissítésre is. Az első eszközök, amelyek alapból tartalmazzák már a 8.0-as Oreo-t, február 25-én fognak bemutatkozni, ugye az S9, illetve 9 Plus-ról van első körben szó. És ha már S9-ről van szó, akkor egy kicsit folytatjuk ezzel, ugyanis hát sajnos az az igazság, hogy nagyon-nagyon drága lesz majd ez a készülék. Ezzel kapcsolatban is vannak itt nekünk híreink, ha megtalálom. Igen, ez nem az S se az, itt van, brutálisan drága lesz nálunk majd az S9-es állítólagosan. Bár a Samsung az elmúlt években is igen keményen megkérte a Galaxy S sorozatának sorozat zászlóshajónak az árát. A széria következő darabja még az elődeinél is drágább lehet majd, legalábbis úgy tűnik a napokban kiszivárgott és több forrás által is megerősített információk alapján, amik szerint a Galaxy S9-es Európában nagyjából 260-280 ezer forintnak megfelelő áron kerülhet majd a boltokba, és ez a normál kiadás, tehát a legeslegegyszerűbb fajtája. Ez mintegy 20-30 ezer forinttal több, mint amennyit eddig a legdrágább új Galaxy S készülékért kértek a bemutatáskor, de ironikus módon még így is kevesebb, mint az egyel korábbi szivárgásoknak köszönhetően kiderült információ. Utóbbiak a készülék alapárát még ennél is drágábbra, 300 ezer forint körüli összegre lőtték be, ami ugye gyakorlatilag az iPhone 10-esével egyező árszint volt. Ezért cserébe egyébként a vásárlók az utóbbihoz igen hasonló készüléket kapnak majd, hiszen az S9-es 5,8 colos QHD plusz kijelzővel érkezik, valamint a hírek szerint immár teljes arcfelismerésre is képes biztonsági zárral.
Ugyanakkor a telefonon a Samsung meghagyta az új lenyomat olvasót is. Az iPhone 10-ről ugye ez már hiányzik, és a memóriában is ugye sokkal több. Minimum 4, de egyes piacokon akár 6 GB-nyi háttértárat, illetve memóriát is tehetnek bele a készülékbe. Ugyanakkor az S9 nagyobb testvére, a 9 Plus, még ennél is nagyobb képernyővel és persze árcímkével is érkezik majd, amin szereplő számról azonban egyelőre csak sejtések vannak. Jelenleg úgy azt tűnik valószínűleg, hogy a 6,2-szoros úgynevezett plus size modellért akár 320 ezer forintot is elkérhetnek majd a boltokban. A Samsung Galaxy S9-et hivatalosan február 25-én, azaz most vasárnap fogják bemutatni, méghozzá a Mobile World Congress előnapján Barcelonában. Akkor minden kiderül. Mondjuk az ára nem feltétlenül, mert ugye az egyébként változhat, már annak tekintetében, hogy ki hol vásárolja. A szolgáltató is más áron szokta adni, az egyes viszonteladók is más-más árakat határozhatnak meg. De igen, mélyen a zsebbe kell majd nyúlni. Ez úgy látszik, hogy az okos, tehát a csúcs kategóriás okos telefonokra ez mostanában jellemző, hogy egyre inkább megy fel az áruk, tehát ezzel nem tudunk túl sok mindent csinálni. Tényleg maximum, hogyha valaki olcsón meg akarja úszni, hát azt nem fogja tudni, de a szolgáltatótól tudja megvenni ugye részletre, hiszen a szolgáltatók kínálnak ilyen lehetőséget, hogy részletre is lehet ilyen készüléket vásárolni. És ha már a különböző illetve Oreo frissítésről beszéltünk az előbb, hogy a Samsungnál problémát okozott. Nem csak a Samsungnál okozott problémát, hanem például a mostani februári biztonsági frissítés bizony a Pixel 2, illetve a Pixel 2 XL készülékek tulajdonosainál is hát mondjuk úgy, hogy kicsit problémát okozott, túlmelegedésre, illetve akkumulátoros problémákra panaszkodnak. Sokszor halljuk panaszként, hogy az egyes gyártó csúcskészülékei csak nagyon lassan frissülnek, míg ugye az Apple iPhone-ja, illetve Google Pixel készülékei napra készek. Az elmúlt év során azonban többször is bebizonyosodott, hogy a legújabb rendszerekkel sem felhőtlenek a mindennapok. A Google Pixel 2, illetve Pixel 2 XL januári Android 8.1-es frissítése például ellehetetlenítette a zárolt kijelzőn a fölfelé simítást, így nem lehetett megadni a PIN kódot. A februári csomagba is jutott néhány kellemetlen hiba. A Redditen, a Pixeles közösségi fórumon egyre szaporodnak azok a panaszok, amelyek szerint a februári frissítés óta a Pixel 2, illetve Pixel 2 XL készülékek túlmelegszenek. Többen megrövidült akkuidőre is panaszkodnak. Volt olyan, akinek a Pixel 2-je 45 fokig melegedett fel, miközben a bekapcsolt kijelzős üzemideje 30%-kal csökkent. A jelenségre a gyári visszaállítás sem volt hatással. Mindez a sokadik apró kellemetlenség, ami a legújabb Pixel eszközök tulajdonosait érinti. Aki pórul járt, annak meg kell várnia, amíg a Google előáll a javítással. Egyelőre nem tudni, hogy a mérnökök tudnak egyáltalán a problémáról, és hogy mi is okozhatja ezt. Tehát, hogy így hirtelen egyik pillanatra a másikra többet fogyaszt a telefon és túlmelegszik, tehát valamit csinál a készülék. Azt kell, hogy mondjam, hogy én is észrevettem most a februári frissítés óta egy hibát, én például nem tudom felvenni a telefont. Tehát, hogy amikor csörög a telefonom, ezt akár ki is próbálhatjuk, ha Gábor engem felhív, hogy föl tudom-e venni. Hiába pöckölöm föl, ugye itt a majd mindjárt meglátjátok, a hív a Gábor, hogy hogy néz ki ezen a telefonon a default, tehát az alapértelmezett lehetőség. Remélem nem látszik a Gábor száma ilyen messzeségből, de egyszerűen de most föl tudom venni, bocsánat. Akkor most föl, tehát akkor megváltoztam, néha nem tudom fölvenni. Tehát hiába húzom így föl, visszaugrik és nem veszi föl. Az a megoldás van rá egyedül, hogy meg kell nyomnom a kikapcsoló gombot, akkor ugye elhalványul a képernyő, majd új, attól, és ugye elhallgat a csörgés, de attól még csörög. Ha megnyom újra, akkor ugye előjön megint, na akkor már föl tudom venni. Tehát, hogy ilyen gondok vannak, ez azóta van egyébként, mióta most 5-e, 6-a környékén megkaptam a februári frissítést, tehát bízom benne, hogy a márciusiban ezt már javítják.
egyre több a hiba az Androidban is sajnos. És ráadásul nekem még mindig referencia készüléknek számít, ugye nem Pixel, hanem Nexus, de ettől függetlenül ugye még mindig frissül rá az Android. Sőt, állítólag, itt olvasgattam ilyen fórumokon, hogy a 9-es is, tehát az Android P-t is elvileg megkapja a telefonom, ami azért azért érdekes, mert már elvileg a 8-at sem kellett volna megkapnia. Kíváncsian várom, mert igazából lehet, hogy akkor még mindig nem cserélek telefont, bár egyre inkább azt látom, hogy ahogy jönnek ki a frissítések, egyre lassabb a telefon. Most majd valamelyik nap azzal fogom próbálkozni, mert már elég rég volt a telefonom gyári rendszer visszaállítás végezve rajta. Most már lehet, hogy érik egy gyári rendszer visszaállítás, sőt, lehet, hogy egy OTA frissítést fogok rajta csinálni, tehát hogy tényleg legyalulom teljesen a telefont, és kábelről visszapakolom rá a rendes szoftverét. Hogy kíváncsi vagyok, hogy azzal begyorsul-e, mert be van lassulva, érezhetően be van lassulva a telefon. Jó, menjünk tovább. Június elején tarthatják a WWDC-t, ugye az Apple szokásos éves bemutató keynote-ját. Ez kicsit ugye előbb van, mint ahogy korábbiakban volt, és nem a megszokott helyszínen lesz, hanem bizony egy másik helyszínen. Az Apple még nem jelentette be, hogy idén hol tartja és mikor az éves WWDC rendezvényét, ugyanakkor az óriásnak szokása ragaszkodni a bevált dolgokhoz. 2003 és 2016 között például mindig San Franciscóban rendezte ugye a fejlesztői konferenciát. Tavaly a WWDC helyszíne viszont San Joséban volt, így egy jól értesült illető szerint az Apple idén is szeretné San Joséban tartani az eseményt. Mivel az Apple júniusban szokott WWDC-t tartani, a helyszín foglalási adatai pedig árulkodóak, ezért körvonalazódott már, hogy június 4 és 8 közé eshet valamikor majd a mostani WWDC helyszíne, illetve időpontja, legalábbis a foglalások nagyon erre világítanak rá. Elvileg itt mutatja be majd az iOS 12-t az Apple, illetve a WatchOS és tvOS rendszerekből is érkezik új változat, ugyancsak felbukkanhat az iPad Pro egy újabb változata, TrueDepth kamerával, Face ID-val, keret nélküli kijelzővel, és persze a belógó szenzorsávval érkezhet majd az új iPad is. Az $1599 ár ellenére a jegyek olyan kelendőek, hogy az Apple sorsolással szokta kiválasztani azokat a szerencséseket, akik élőben ott lehetnek ezen a keynote-on. Tavaly 5000 fejlesztő és 1000 mérnök volt a helyszínen, de természetesen ugye élőben figyelemmel lehet kísérni ezt a rendezvényt is, úgyhogy majd mi is természetesen beszámolunk róla, hát még június elég messze van, minden esetre a szokott mederben zajlik ezek szerint a WWDC időpontja is. Aztán, ha már iPhone, akkor az iPhone 10 gesztus vezérléséből merített a Xiaomi Mi Mix 2S verziójú készüléke is. Hát ez egy klón telefon, ha lehet így mondani. De annyira nem hasonlít, tehát nem úgy klón, hogy lettó egy az egybe ugyanúgy néz ki, csak technológiában koppintja ugye az Apple-t a Xiaomi ezzel a készülékét, nem csak ezzel a készüléken, mert sok másik egyébbel is. Minden esetre, majd mindjárt mutatok róla egy képet, nekem egyébként jobban tetszik, mint az iPhone-nak a 10-es készüléke, majd mindjárt meglátjátok, hogy miért. Egy ideje már hallhatók azok a pletykák, miszerint a Xiaomi az idei Mobile World Congress-en mutatja majd be az új Mi Mix 2-es készülékének frissített verzióját, a 2S-t. Állítólag az új modell, a Qualcomm Snapdragon 845-ös lapkájára frissül majd. Az 5,99 hüvelykes kijelző keret nélküli lesz, alatta pedig 8 GB-nyi memória, illetve 256 GB-nyi háttér egészítené ki a korábban említett chippet. Tehát egy brutális készülékről van szó. A hátlapra dupla kamera kerül, a kerámia ház pedig egybe lesz építve, az új lenyomat olvasót a kijelzőbe rejteni el a Xiaomi, tehát ő már alkalmazná azt a technológiát, ami
ami ugye az idei év sláger lesz majd a... Hát még a Samsung Galaxy S-nél, 9-esnél nem, de a többinél nagy valószínűséggel igen. Videó is van róla, tudok nektek mutatni róla egy ilyen kis minimális... Na ez, ezt hívják keret nélküliségnek tényleg. Mindjárt visszatekerem, és akkor mutathatod. Na ez, ez a keret nélküliség, de ez nagyon brutális. Itt mondjuk nem látszik a teteje, de egy fotón, vagy lehet, hogy mindjárt egy picit be fog lógni. Nem, sajnos nem látszik. Jó. Egy fotón meg tudom nektek viszont mutatni. Bár egyébként ez a fotó, meg, ennek meg egy az alja kicsit olyan furcsa. Tehát nem ezt láttuk az előbb. Mi a francot nyomogatok? Na, ez csukcsak be. Nézzétek csak! Tehát itt meg a tetején nincs semmi, tehát semmilyen belógó szenzor szigetről nincs szó, viszont az alja egy picit nagyobb, és a kamera is alul van a készülékben. Tehát, hogy pont azért, hogy fölül ne kelljen kivágni. De mivel ez az MI 2-es, vagyis hát a Mix 2-es, ezért az újabbnál még lehet, hogy lesznek változások, tehát nem biztos, hogy pontosan ugyanígy fog kinézni, az előbb a videón láttuk, ott meg az alja nem volt meg, tehát hogy, vagyis az alján sem volt semmi. Hát majd kiderül, minden esetre ennyi. A klip hitelességét azt azért tessék fenntartásokkal kezelni. Jó? No, megyünk tovább. Sajnos az Apple okos otthoni készüléke, ugye ez az okos hangszórója, az a HomePod, néha nem igazán akar működni, erről érkeztek most panaszok az internetre. Sokan többek között azzal indokolják az Apple imádatukat, hogy az almás ökoszisztéma otthoni kialakítását, illetve az almás ökoszisztéma otthoni kialakítását, hogy a rendszer tagjai könnyedén kapcsolódnak egymáshoz, sokszor gyorsabban és egyszerűbben, mint hogy a Bluetooth segítségével történik. Ám úgy tűnik, a HomePod esetében kerül némi homokszem a gépezetbe. Néhány felhasználó az Apple Communities oldaláról arról számolt be, hogy nem eseménymentes a HomePod üzembeállítása és működtetése. A bejegyzések alapján úgy tűnik, hogy a felhasználók eltérő problémákba ütköznek, és nem permanensen jelentkezik ugyanaz a gond mindenkinél. Akadnak olyanok, akiknél a setup dob hibát, míg másoknál a csatlakozás megy nehézkesen, bár úgy tűnik, hogy az Apple gondűző tanácsai az esetek egy részében segítenek, elég sokszor viszont sajnos nem. Persze a sárdobálás előtt azért érdemes megjegyezni, hogy az Apple HomePod a gyártó szerint jelenleg még csupán egy beta iOS-t kapott, ami nagyban befolyásolhatja a helyes működést. Vélhetően az Apple hamarosan orvosolja majd a problémát, mert már viszonylag rövid távon is elpártolást okozhat, ha egy $400 körüli kütyű nem teszi helyesen a dolgát. Korábban a bemutatón egyébként jó benyomást tett a résztvevőkre az eszköz, ami bár valójában elég drága, de a tesztek alapján minőségibb hangot szolgáltat, mint lényegesen olcsóbb társai, bár ez valahol alapelvárás is lehet ugye ennyi pénzért. Ezt majd mindenki eldönti magának, tehát itt egy prémium kategóriás eszközről beszélünk, azért ilyen drága, mint ahogy majdnem, hogy ezt mondhatjuk minden Apple eszközre, és általában mindig ezt is kapja meg mindig az Apple a fejéhez, hogy hát tök mindegy, miről beszélünk, de drága. Ez kétségtelenül így van, ez már ilyen konstans, tehát akinek nem tetszik, az ne is nézegesse, tehát hogy az válaszol valami más ilyen jellegű kütyüt. Vissza a Google-höz, 38 országba érkezik idén a Google Assistant, összesen 52 országba lesz elérhető az év végére, és 17 új nyelven tanul 2018-ban a Google asszisztense, amely az elmúlt hónapokban nagyon felkapott lett, ugyanakkor tény, hogy rengeteg országban továbbra sem támogatott. Az Amsterdamban rendezett Digital News Initiative Summit alkalmából azonban a Google elárulta, hogy az idén 38 további országban jelenik majd meg az asszisztens, ezzel összesen 52 országban lesz támogatott az év végére. A Google Assistant ennek megfelelően többek között Oroszországban, Hollandiában, Svédországban és Olaszországban is megjelenik. Ezzel egyszerre 17 új nyelvet is tanul a szoftver, többek között az oroszt, a hollandot, az arabot, illetve az indiait.
Jelenleg az asszisztens angolul, franciául, németül, olaszul, japánul, koreaiul, spanyolul és portugálul tud. Amerika mellett Nagy-Britanniában, Japánban, Németországban, Franciaországban, Kanadában és Ausztráliában használható jelenleg. Itthon is használható, csak a régió beállításokat valamilyen országra kell állítani, ahol egyébként működik a rendszer, hiszen magyarul nem tud, tehát mindenképpen magát a nyelvet angolra kell állítani, hogy egyáltalán használni tudjuk. És hát nem árt, hogyha ugye magát nem csak a nyelvet, hanem az egész régiót átállítjuk mondjuk az Egyesült Államokra, és akkor minden szépen tök jól működik, aki tud angolul, tud is vele beszélgetni. Konkrétumok persze egyelőre nincsenek, majd ez is hamarosan, fokozatosan fog kiderülni, hogy melyek is lesznek ezek az országok fent említetteken kívül. A Google ezzel a lépéssel a Google Home okos hangszórók eladásait és piaci részesedését szeretné fellendíteni. Ugye az okos hangszóró, ez úgy látszik, hogy idén is elég nagy sláger lesz, tavaly elindult, vagy hát már lehet, hogy kicsit régebben is, és töretlenül úgy látszik, hogy elég nagy népszerűségnek örvendenek ezek a kütyük. Jó, ingyen ad processzort a legújabb csipjei vásárlóinak az AMD. Az AMD egy meglehetősen furcsa ajánlattal állt elő a napokban egyes vásárlói számára. A cég ugyanis bejelentette, hogy szívesen küld teljesen ingyen is processzorokat azoknak, akiknek szüksége van erre, és kérik ezt tőle. No? Egészen pontosan a cég azon vásárlói élhetnek ezzel az ajánlattal, akik második generációs Ryzen processzort vettek, de egy olyan alaplappal, ami alapból nem képes ennek kezelésére. Az új csippeket ugyanis sok AM4-es lap nem támogatja kiszállítási állapotban, csak akkor, ha frissített firmware, illetve BIOS települ rájuk. Az AMD a probléma megoldása véget ingyen küld egy A6-os 9500-as processzort minden olyan érintett felhasználónak, aki kéri tőle, utóbbiak aztán a szóban forgó csippel el tudják indítani a gépüket, és fel tudják rá rakni a legújabb firmware-t, ami után az már az eredetileg megvett második generációs Ryzen vagy Ryzen alaplapkával is, tehát processzorral ugye is használhatóvá válik. A gyártó ugyanakkor nem örökbe adja a szóban forgó A6-os procit, hanem ezt ezek után vissza kell küldeni a részére, kivéve a mellé adott hűtőbordát, amit nem kér vissza a cég. Az AMD-től az ingyenes processzort az érintett felhasználók a weboldalukon, tehát az amd.com oldalon egy űrlapon tudják igényelni. A leírás mezőbe a bootkit required szöveget kell beírni, tehát hogy a bootoláshoz szükséges kis kütyüt küldjék el nektek, ez a lényege. Hát vagy veszel egy olyan procit, ami belemegy abba az alaplapba, ez erről szól, tehát bármilyen másik olyan processzor beleillik, amelyikkel működik ez az alaplap, azzal ezt meg lehet oldani. Ugye én is jártam már, így ezt meséltem, ezt a történetet szerintem tavaly, hogy ugyan Intel processzorral, de én vettem egy alaplapot, és hozzá egy hetedik generációs Intel processzort, ami még akkor annak idején nagyon újnak számított, így évelején, olyannyira újnak, hogy az alaplap ugye az még egy tavaly nyári modell volt, tehát ez 2016-os modell volt, ez 2017 elején történt, és hát ugye a leírás szerint támogatja az alaplap ezt a hetedik generációs processzort, ám nem volt rá fölkészítve, firmware-t kell benne frissíteni, és hát ugye összerakja az ember a számítógépet, és nem működik. És hát ugye akkor megy a fejtörés, hogy na vajon mit csinálhattunk rosszul, és igazából semmit nem csináltunk rosszul, mindent leellenőriztünk sokszor, és hát már akkor sejlett, hogy itt az lesz a gond, de nagyon segítőkész volt a cég, ahol vásároltam, most nem szeretnék nekik reklámot csinálni, de nagyon segítőkészek voltak, mondták, hogy ha beviszem az alaplapot, akkor ők nagyon szívesen lefrissítik nekem a BIOS-t, ez így is történt, bevittem, 10 perc alatt megcsinálták, visszavittem a gépet szépen a tulajdonosának, beleraktuk a processzort, és már működött is. Úgyhogy
Valami ilyesmi itt is a helyzet, tehát az alaplap nem támogatja, alapból egy BIOS frissítést követően igen, csak hogyha neked nincs hozzá egy olyan processzor, amiben életre tudod kelteni, amit alapból lekezel az az alaplap, akkor ugye nem tudsz vele bebootolni. Most ezt vagy kéred az AMD-től, ugye ingyen ad neked egyet, amit persze vissza kell küldeni, tehát én azt gondolom, hogy ez kicsit körülményesebb történet, mint hogyha esetlegesen valahonnan, mondjuk itthonról kérsz egy boltból kölcsönbe egy procit, mert még az is lehet, hogy ezt ugye, pláne most mondok egy kis trükköt, ugye 14 napos elállás van ugye a vásárlásban, tehát hogyha interneten vásárolsz, veszel egy procit, azt maximum megcsal a BIOS frissítés, és azt visszaviszed. Csak így mondom. Ennek nem szoktak annyira örülni a boltok, tehát ha most nézi valaki egy számtech boltból, akkor biztos most felsziszent, hogy na mire veszít rá a nézőket ez a műsorvezető, de igazából azt gondolom, hogy hogyha olyan a bolt, és jó fejek, akkor lefrissítik neked a BIOS-t, még ezt is megcsinálhatod. Ugye, ahogy velem. Velem is kedvesek voltak. Rendben. Mondjuk ezt olyan boltba kell akkor venni, mert hogyha csak egy sima webshopból vásárolsz, nincs is bolt igazából, csak egy átvevőpont, ott neked ezt nem fogják megoldani. Tehát ezt olyan boltokban lehet ilyet csinálni, akiknek van saját szervizük, saját boltjuk, ahol fizikailag ott van egy ember, aki esetlegesen gépeket is összeszerel vagy javít, mert ő azt meg tudja csinálni, valószínűleg egy sima egyszerű webshopban egy, nem tudom, egy kis asszisztens hölgyike, aki kiadja neked esetleg az árut, amit rendeltél, az lehet, hogy nem fog ilyet neked megcsinálni. Tehát, hogy azt ezzel nem lehet mindenhol. Tehát ilyenkor is érdemes megnézni, vagy megfontolni az ember, hol vásárol eszközöket, és előtte jól utána nézni annak, hogy egyáltalán ugye a különböző alkatrészek egyáltalán kompatibilisek-e egymással, ugye asztali gép esetén ez elég fontos. Laptopban ritka, mert megveszed a laptopokat, hogy azok kompakt eszközök, tehát bekapcsolod, azt megy. Ott nem sok minden variáció van, amit cserélni tudsz, max memóriát, meg SSD-t, vagy vinyót tudsz benne cserélni, de olyan mást egy a laptopban, hát talán még a wifi adaptert ki lehet benne cserélni úgy alapból, más nem tudsz benne cserélni. Legalábbis nagy részt a legtöbb laptopban ez így van. Jó, és hát ugye kevesen örülnek neki, de megváltozott a Google képkeresője, eltűnt belőle egy funkció, de megvan az oka annak, hogy ez miért történt. Így én ezt pont tegnapi nap folyamán vettem én is észre, mert képeket kerestem éppen, ilyen stockfotókat az interneten, és hát észrevettem, hogy nem lehet csak olyan egyszerűen letölteni ezeket a fotókat. Aki képeket szokott keresni a Google szolgáltatásával, azok néhány napja változást tapasztalhattak a képtalálatok megjelenítése után kiválasztott képhez kapcsolódó opcióknál. Korábban, ha valaki keresett, majd talált is egy képet a Google képkeresési szolgáltatásával, a kép megjelenítése opcióval, akár nagy felbontásban a forrás oldaltól elkülönülve is hozzáférhetett a képhez. Néhány napja viszont megváltoztak a képtalálat melletti opciók, és a képet már nem lehet megjeleníteni külön a rendszerben. A változás a Google és a Getty Images nemrégiben megköttetett több éves licensz partnerségével függ össze, amely egyesség részeként a Getty Image világszínvonalú képeit mélyebben lehet majd integrálni a Google termékei és szolgáltatásai közé. Az egyesség részeként a kereső óriás beleegyezett abba, hogy eltávolítja a kép megtekintése opciót, és a szerző joggal kapcsolatos figyelmeztetést is hangsúlyosabbá teszi. Ha valaki nem tudna, hogy miről van szó, akkor itt mutatok nektek egy lehetőséget. Bármire rá tudtok keresni, tehát úgyis meg tudjátok nézni, de mondjuk ha már az S8-as, vagy a Samsungról volt szó, akkor itt az S8-assal kapcsolatban, ha jól látjátok, akkor itt van, ugye itt sokkal kevesebb lehetőség van már, és itt jól látszik, hogy ki is van ide írva, hogy a képet szerzi jog védi, tehát azért jobban kihangsúlyozzák, hogy miről van. Miről is van egész pontosan szó. A képügynökség még tavaly panasszal élt az Európai Bizottságnál, amiatt, hogy a Google elősegíti a kalózkodást is, mivel a keresési eredmények között nagy felbontású képeket is megjelenít, holott 2013 előtt csak nézőképeket mutatott, tehát úgynevezett thumbnail-eket.
A Google a múlt héten jelentette be a változásokat, cukorpapírba csomagolva, mint a felhasználók és a hasznos webhelyek összekapcsolásának módját, hozzátéve, hogy megpróbáltak egyensúlyt teremteni a felhasználó igények kiszolgálása és a kiadók aggodalmai elvárásai között, mindkét fél érdekében. Tehát magyarul igazából a következőt tudod csinálni, azt, amit korábban is, tehát 2013 előtt, látsz egy képet, vagy találsz egy képet, akkor ugye most ott lementheted, azzal nem mész sokra, nagyon sok helyen ezt tévesen használják, hogyha megtalálod a Google képkeresőjében a képet, és nyomsz rá egy jobb gombot, és lemented, ugyanis az egy kis thumbnail lesz gyakorlatilag, tehát ez nem az eredeti felmontású kép. Hanem el kellett, ugye most nem régiben még volt ott egy gomb, hogy eredeti méret, rákattintottál, ott le tudtad tölteni. Most viszont annyi a nehézség, csak hogy rá kell kattintani a képre, úgy elmész arra a weboldalra, ahol ez a kép kint van, és ott tudod lementeni. Tehát, hogy gyakorlatilag nem a Google-ről mented le, hanem a forrás oldalról. Ezt eddig is meg lehetett tenni, csak eddig a Google segített azzal, hogy rögtön a legnagyobb felbontásra méretezte a képet, és azt tudtad lementeni. Most pedig csak a forrás oldalra való ellátogatáskor tudod a képet megszerezni. Ennyi a történetnek a lényege. Mi van még itt, ami érdekes lehet? Igen. Hát, majd meglátjuk, mi lesz ennek az eredménye, de úgy néz ki, hogy feltörték az új generációs Windows alkalmazások másolás védelmét. Jajaj, egy hacker csoport a hétvégén bejelentette, hogy sikerült feltörniük egy a Microsoft boltjából letölthető úgynevezett UVP-s játékot, ugye a Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection-t, amit szabadon másolhatóvá tettek. A mostani az első alkalom, hogy valakinek sikerül egy ilyen típusú alkalmazás másolás védelmét eltávolítani, és ennek messze menő hatásai lehetnek a platformon történő kalózkodásra. A csapat szerint ráadásul a Zoo Tycoon esetében különösen nehéz dolguk volt, miután azt nem csak a Microsoft saját kódolása, hanem több, összesen 5 különböző másolás, illetve visszafejtés elleni védelem is őrizte. Ezek egyébként annyira erősek, hogy a feltört játék kommunikációját így is le kellett tiltani a tűzfalban, egyéb esetben ugyanis ismét reaktiválásra kerülnek benne a védelmek, és a program működésképtelenné válna. Most egy kis hackerkedési mondatot hallhattatok. Az még nem egészen egyértelmű, hogy a játék feltörését valamilyen egyedi hiba tette lehetővé, vagy a módszert más UEP-s programokra is alkalmazható. Lehet, hogy a UEP az a Microsoft által hitelesített és a boltból lesz letölthető program. Ha utóbbi, már hogy ugye más programokra is alkalmazható, akkor annak messze menő hatásai lehetnek az egész Windowsos platform, illetve a Microsoft boltja számára, amiből mindeddig nem lehetett ellopni programokat. Csak megvásárolni, ami fizetős, ugye? Vagy ingyenesen, akkor azt ugye nem kellett ellopni, hanem ingyenesen le tudtad tölteni. Úgyhogy mindent föltörnek, látjátok. Úgyhogy ezzel nem lehet igazából mit csinálni. Az más kérdés, hogy ez etikailag mennyire van rendben. De hát ugye hackerek csinálták, tehát hogy innentől kezdve nem annyira... Nem, ők valószínűleg nem az etikus hackerek, és nem azért törték föl ezeket a program, vagy ezt a programot, és szedték le róla a másolás védelmet, hogy felhívják a Microsoft figyelmét arra, hogy bizony sérülékenység van az ő boltjukban, hanem ezt bizony direkt csinálták, tehát ez nem az etikus hacker kategória. Na jól van, nézzünk hozzászólásokat. Telefonálhattok, skype-olhattok, illetve a Facebookon már nézem is a hozzászólásokat, csak még gyorsan a Skype-ba bejelentkezek. Minden oké, Gábor? Mert nagyon szenvedsz itt mellettem. A Gábor beteg, úgyhogy tessék vele kíméletesen beszélni, jó? Hát, mondom ezt én, aki pénteken leüvöltötte a haját. No, igen, köszöntök minden Facebookost. Essential telefont használok, ezt írja Laci, nekünk, Cimmer Laci. Android 8.1-es, igaz beta, de gyártói rendszert van rajta. A februári frissítés nem okozott változást, igaz nem pixel készülék. Mit szólsz amúgy, hogy az Essential PH-t, tehát az Essential ugye phonehoz, ami ugye az Android atyának, Andy Rubinnak az új kütyüje, maradjunk ennyibe.
Tehát, hogy mit szólsz amúgy ez a telefonhoz, még mielőtt az Apple iPhone 10-hez hasonlítod, a PH1 jelent meg előbb. Nem hasonlítom semmihez. Nem is tudnám igazából, mert ez egyik egy androidos ökoszisztéma, ami azért érdekes, mert ugye Andy Rubin azért kezdett el tehát egy telefont kiadni, mert ő neki elegelt az Androidból, és teljesen úgy indult ez az egész projekt, amikor ő telefon gyártásba kezdett, hogy ő egy teljesen új ökoszisztémát alakít ki. Ehhez képest androidos lett a készülék. Nem tudom, beszámoltunk róla párszor, hogy mit tud, most nem tudom felidézni most az emlékeiből, hogy pontosan miket tudhat, de egy csúcskategóriás készülékről beszélünk, ez kétségtelen. Árban szerintem azért elég drága, bár most, hogy ugye nem volt annyira kelendő, mert kicsit nagyobb volt a hype-ja, így lejjebb vitték az árát, tehát most már lehet, hogy olcsóbban hozzá lehet jutni, és ahhoz képest egyébként, hogy mit tud a készülék, ahhoz képest szerintem az új ára az viszont nem olyan vészesen sok. Ennyi. Ennyit tudok róla mondani. Egyébként egy tavalyi modellről beszélünk, tavaly csúcskategóriának számított, idén már nem számít csúcskategóriának, tehát a most kijövő telefonok azért valószínűleg egy kicsikét erősebbek lesznek. Kérdés, hogy vajon az Essential-ből is jön-e majd új. Félek egyébként, hogy nem. Telefonálunk van. Halló, halló! Szia, Bendi, Marika vagyok. Marika, de rég hallottam rólad. Mi a helyzet veled? Én is rég nem hallottam, mert nem lehet téged nyakon csipni. Na, hát pedig én itt vagyok minden nap, látom. Igen. Na, mesélj, Marika, mi a helyzet? Na, két problémám összesen van. Igen? Az egyik a vírusítom, az Avast. Nem tudom, az eleinte az rendesen működött, uh-huh. De most egy nehezen frissíti magát, és azt is írja ki, hogy nem tud kapcsolódni az internethöz. Uh-huh. Mintha valaki kikapcsolta volna, de nem tudom, hogy hol. De az internet az működik egyébként? Az működik. Hát akkor valószínűleg mással van a gond, tehát most az Avast nem tud valamiért kapcsolódni, gondolom az ő kiszolgálójához onnan frissíteni tudna. Ez megint az a kérdés, amit így látatlanban én nem tudok megmondani, hogy ez mitől lehet. Azt viszont tudom mondani, hogy ne ragaszkodj annyira az Avasthoz. Tehát, hogy ugye pont a pénteki adásban beszéltünk róla, hogy tökéletesen megfelelő vírusírtó, sőt, most már talán a vírusírtók vírusírtójának számít a Windows-ba beépített Defender, tehát én azt gondolom, hogy én nem bajlódnék a helyedben az Avasttal, használd a Defendert. Tökéletesen elegendő. Még az is lehet egyébként, hogy pont azzal akad össze, tehát, hogy ugye fönt van esetlegesen ugye az Avast, fönt van a Defender, nem tudom, hogy az frissítve van-e egyáltalán, azt használod, ebben van kapcsolva. Nem, mert annyit jelez, hogy a Defender az ki van kapcsolva. Na, hát ez a gond. És ugye lehet, hogy visszakapcsolt, mert a Defender ugye a frissítései során, tehát ugye ez a Windowsnak a része, lehet, hogy néha vissza akarja magát kapcsolni, ez olyan, mint minden más szolgáltatást is visszakapcsolni a Windows 10, ami igazából persze idegesítő lehet azok számára, akik nem szeretik a Windowsnak a beépített dolgait, de valahol meg tök érthető, hogy így tud egységes lenni a Windowsnak a védelme, meg a biztonsága, hogyha minden normálisan fut, tehát a tűzfaltól kezdve a biztonsági központig minden. Úgyhogy azt kéne lecsekkolni, hogy tényleg, hogy nem-e kapcsolt vissza a Defender, illetve mondom, én azt javaslom, hogy szerintem hagyd azt az Avastot. Tehát a Defender is tökéletesen jó. Windows 10-et használsz, ugye? Windows 7-et még. Ja, Windows 7-et ráadásul. Hát, mondjuk ott is jó ma a Defender, hiszen ott is frissül, de ott aztán tényleg nem lehet megoldani, hogy több vírusírtó menjen egyszerre normálisan. Tehát vagy az egyik megy, vagy a másik megy. Annyira áradoznak az Avastról, hogy az tudni, hogy pontosan minden Windowshoz jó. Hát nem mondom, akkor felrakom. Jobban mondom, Marika, felelőm rakta fel. Mindenkinek szíve joga azt pakolni a gépére, amit szeretne, tehát ebben én nem szólok bele. Az, hogy ki áradozik az Avastról, azt nem tudom. Szerintem ez ilyen, sokan használják, kétségtelen, nem akarok róla rosszat mondani. Az interneten áradlódnak róla. Hát igen, mert sokan használják, mondom, de nem tudom igazából, hogy minek használják, amikor ott van a Defender. Tehát, hogy mi a francnak egy másik vírusírtó, pláne egy, és nem mondom, hogy rosszabb, mert nem akarom minősíteni, de vagy nem, hogy ugyanazt tudja, bár szerintem a Defender már többet tud. Tehát... Én nem szoktam javasolni, már jó ideje nem javaslok semmilyen vírusírtót, pont abból kifőlök, csak lassítják a rendszert.
gond van velük, ahogy látod, hogy nálad is előfordul a gond. Én a Defenderre még nem találkoztam semmilyen problémával. Ott figyel a gépen, észre se veszem, hogy figyel, és mégis vigyáz a vírusokra, illetve arra, hogy ne legyen vírusos a gép. Hát akkor én leszedem az avasztot, mostan teljesen, mert már próbáltam azt is, hogy leszedem és újra rakom, teljesen lepucolom. Ezt akartam egyébként mondani, hogy ezt esetleg majd próbáld meg azért, hogy teljesen lepucolod, letöltöd a legfrissebbet az avaszt oldaláról, és akkor csak onnan, tehát nem mindenféle egyéb oldalakról, mert sok helyről le lehet szedni, az avasztnak az oldalát, az avaszt.com-ról kell letölteni, ha már mindenképpen, és a legfrissebb verziót, mert azt akkor nem kell első körbe frissíteni, a definíciós adatbázis úgyis le fogja frissíteni mondjuk, de a programból a legfrissebb legyen fönt, és gondolom én az ingyenes, tehát mert hogy van neki fizetős része is, de... Csak az ingyenesre foglalkozok. Tehát ezt próbáld esetlegesen meg, de mondom, szerintem a Defender tökéletesen jó, tehát hogy még Windows 7 alatt is. Jó. És jó. A másik kérdésem az, időnközönként, vagyis többször azt a üzenetet kapom, hogy egy kék képernyőt, az, hogy valamiért összeomlott a rendszer, és azt akarja, hogy futtassak le egy rendszerdiagnosztikát és egy memóriatesztet. Ez induláskor van, vagy ilyen véletlenszerűen megy a gép, és egyszer csak kék halál, mert ugye ez a kék halál, amiről beszélünk. Igen. Csak egyszerűen foglalkozok vele, valamiért elmegyek egy pár percre, és már puf, ott van az oldal. Hát, ez megint az a probléma, amit nem tudok így megoldani, mert ugye a kék halál az valamilyen fizikai hiba, tehát ez egy ilyen rendkívüli állapotot akar gyakorlatilag kifejezni, és leállítja a számítógépet, ez általában hardware hiba miatt van, tehát hogy valamelyik hardware, memória, Winchester, processzor, tápegység, valaminek a hibája, és az ilyen hirtelen jön elő ez a probléma. Ezeket ki kéne vizsgálni, hogy minek a hibája lehet. Illetve lehet még driver hiba is, ugye, mert az ott szorosan kapcsolódik a hardwarehez, hiszen ugye a driverek azok, amik az operációs rendszer számára értelmezik a hardvert, illetve gyakorlatilag kezelhetővé teszik a hardvert, tehát ha abban van probléma, az is okozhat kékhalált, de a véletlenszerű kékhalálok, tehát a nem mindig ugyanakkor, az általában inkább olyasmire utalt, hogy túlmelegszik a gép, vagy valamilyen memóriahiba van, tehát nem véletlenül írja ki egy futtas memóriatesztet, elképzelhető, hogy itt a memóriával van esetlegesen gond. Hát most amit mondani tudok, hogy nem tudom mennyire tudod szétszedni, ez laptop vagy asztali gép? Vagy milyen gép? Ez asztali gép. Asztali gép. Hát ugye meg kéne próbálni kiszedni belőle a memóriát, ha több modul van benne, akkor benne hagyni egyet mondjuk, és megnézni, hogy azzal is csinálja-e, és így tovább. Tehát ezt igazából valakinek meg kéne oldani. Így láthatatlanban nem tudok ebben segíteni, de ez fizikai hiba. Jó? Tehát akkor vagy megkísérlek nekifutni egyedül, vagy hívok szerelőt. Hát, vagy igen, vagy szerelőhöz kell vinni, hogyha már nem igazán lehet vele mit csinálni. Annyit meg tudsz tenni, hogy kiszeded a memóriát a gépből esetlegesen, és mondjuk benne hagysz egyet, ha egyáltalán ugye több modul van benne, mert van, hogy csak egy modul van benne, akkor ugye nem tudod, meg kiszeded, és akkor meg anélkül nem fog menni. De mindenképpen le kéne ellenőrizni, hogy akkor most így azzal van a gond, vagy sem, első körben, és akkor így lehet tovább menni a különböző alkatrészeket, amik nélkül azért tud menni a gép, azokat esetleg ki lehet szedni. Ha utána is csinálja, akkor még mindig lehet, az előbb mondtam, táp probléma, hogy kevés a táp esetleg, vagy a tápnak a teljesítmény, akkor azt mindenképpen ki kell cseréltetni. Úgyhogy hát az, hogy ezt így végig zongoráz, de ezt lehet, hogy inkább szakemberre kéne bízni. Szerintem is. Jó? Na, hát inkább köszönöm. Attól félek, hogy én össze fogok zavarni mindent. Hát arra azért figyelni kell, hogy a memóriát, azt mondjuk, ha kiszedi az ember, hogy akkor azt utána normálisan kell visszatenni, úgy, ahogy benne volt. Tehát, hogyha nem értesz mondjuk úgy hozzá, akkor inkább bízz szakemberre. Azt tudom, hogy két memóriakártya van, 4 gigás mind a kettő, tehát 8 giga memória van. Na. De annyi a különbség, hogy a márka nem egy. Hát igen, az se szerencsés.
Nem szerencsés, ugye szoktam mondani, hogy azért, ha különböző modulokat használunk, akkor legalább legyenek ugyanolyan típusúak, tehát nem is feltétlenül a márka, hanem az, hogy pontosan ugyanolyan legyen, tehát ugyanazokkal a tulajdonságokkal bírjon. Én mondtam a szerelőmnek akkor, amikor először csinálta, Radi Meddig Dumát, azt mondja, olyan nehezen tudtam beszerezni ezt feketén. Mondom, ki mondta, hogy feketén vedd meg nekem ezt a memóriakártyát? Jaj, szerintem akkor szerelőt is cserélj, Marika. Mert akik hát ilyeneket mondanak, így feketén, meg úgy, meg innen szerezte, meg onnan szerezte, ez nem túl. De nem szerelő volt, hanem ablakos. Ja, jó, hát akkor mondom szakember, tehát hogy... Csak valamiről belegabajodott a gépen. Ha vízzel van gáz, akkor az ember nem gázszerelőt hív, tehát hogy... És fordítva sem, tehát hogy a cipész maradjon a kaptafánál, ahogy szokták mondani. De szerintem azóta van a zűzavar, amióta ő belekontárkodott. Hát... Igen, tehát én azt mondom, hogy szakemberre bíz. Tehát és még hozzá végig meg is lopott. Olyan szerelőt hívja, aki informatikus, és ért hozzá. Még hozzá végig meg is lopott. Ja, hát... Minden holmimat, amit ő kiszedett, kicserélt, elvitte, azt mondta, azt ő el fogja adni, és vissza megkapom a pénzt. Aha. Már a rendőrségre is jelentettem. Ő tagadott mindent. Jaj, Marika. Soha nem hallottam ezt a névet. Vigyázz azért az ilyen emberekkel, jó? Tehát normális szerelőt kell keresni, tehát aki ezzel foglalkozik. Vagy nem is szerelőt igazából, vidd el egy szervízbe, tehát ahol kimondottan ilyesmiket, tehát egy számítógép szervízbe, és akkor ott szakemberek vannak valószínűleg. Uh-huh. Bár nehéz jó szakembert találni, de azért lehet. Jó, köszönöm szépen, hogy hívtál, megyünk tovább, mert vannak itt még hozzászólások. Szia-szia! Azt írja nekünk Zoli, hogy én egy kis Samu S5-öt használok, és nem lassul, kop-kop. Mázlid van. Aztán, szép jó estét, sokan panaszkodnak a mai telók miatt, pedig a régi A40-essel soha nem volt baj. Két hétig kibírta. Egy töltéssel, se frissítéssel, progik, mégis tudtunk kommunikálni, ezt írja Károly. Hát, nem tudom, az A40-es, az mi akar lenni? Nem, nincs meg nekem, tehát, hogy, de nem baj. Igen, de ez ugye a okos telefon, mert azért kommunikálni, persze tudtunk telefonálni, a kurblis telefonnal is lehet, tehát azzal nincs gond, és általában működtek is. Csak éppen a mai elvárások azok szerintem egy kicsit magasabbak. Tehát, tehát az okostelefon az nem is annyira telefonálásról szól, hanem ugye arról, hogy az emberek használják mindenre már azt a telefont. Jenő leírta, hogy a UVP, ugye ez a Universal Windows Platform, lehet, hogy ez egy kérdés volt, nem tudom. Igen, az... Na, akkor mindjárt frissítünk egyet a Facebookon, facebook.com/fixhd. Megnézzük a látogatói bejegyzéseket is. Men írja nekünk, szia Mendi, a ramok egyre csak drágábbak, máskor fele annyi volt az ára, akkor átlagban 36 hónap garancia volt. Most meg minimum 60 hónap az új átlag, meg 90 hónap. Az új DDR4 2600 MHz-nél 120 hónap a garancia, annyi, mint 10 év. És itt le is írod, hogy milyen típusú memóriákról van. Szóval a garanciával akarják vigasztalni a vevőket. Mi a véleményed erről? Hát, ez a vigasztalás, ez egy olyan dolog, hogy azért az jó, hogyha kapsz 10 év garanciát valamire, nem? Mondjuk az igazság, hogy az eladó, tehát mondjuk veszel egy boltba bármit, az általában 1 vagy 2 év garanciát ad rá, maximum inkább egyet szoktak. Ez ugye a viszont eladói garancia. És utána van az úgynevezett gyártói garancia, amit ugye maga a gyártó ad, tehát mit tudom én, itt írtál is 3 márkát, például ezek a cégek adnak plusz garanciát rá, tehát hogyha bekrepál a memória, akkor kicserélik.
Szerintem ez jó dolog, tehát erről most mondjam azt, hogy ez nem jó dolog. Persze sugallhatja azt, hogy rosszabb minőségűek esetleg a cuccok, hogyha ennyi garanciát vállalnak rá, bár igazából szerintem nem feltétlenül van így. Ha te ők azt mondják, hogy 10 évig ők ezt kicserélik, akkor szerintem az pont inkább az ellenkezőt is jelentheti, nem? Vagy ellenkezőjét is jelentheti. Tehát, hogy 10 évig, akkor szerintük ezzel nem lesz gond, vagy ha igen, akkor ők kicserélik. Tehát, hogy ilyen 36 hónap, meg 60 hónap, meg ilyenek, ezek azért ritka, mert a legtöbb elektronikai eszközre egyébként 1 vagy 2 év, max. 3 év garanciát szoktok adni. Esetleg egyébként pont a memóriák, meg a merev lemezek azok, amikre esetleg többet is adnak a gyártók. Nem tudom, hogy ez kompenzáció-e, vagy miért van ez így. Minden esetre szerintem az jó dolog, hogyha sokáig élhetsz azzal, hogyha meghibásodik az eszköz, akkor mondjuk úgy, hogy kicserélik, vagy bevizsgálják, és ingyen javítják meg. Az, hogy drágábbak, hát minden drágul. És ugye manapság a PC-k ára is, ugye pont abból kifolyólag, hogy egyre hanyatlik a PC-piac, ezért is emelkedik az ár. Ugye most rá lehet fogni a bányászatra is, ami egyébként szintén itt van, hogy ugye kriptovalutát bányáztak az emberek, azért a PC-s alkatrészek ebből kifolyólag kicsit azért drágábbak. Pont azért, mert ugye kevesebb a gyártás, mert nincs akkora igény, és ugyanakkor mégis van egy felvevő piac, például akik bányásznak, ők azért raknak össze gépeket, ráadásul nem is akármilyeneket, tehát inkább a csúcskategóriás videókártyákat használják, de hát azért azokban a gépekben kell memória is, meg alaplap, meg processzor, bár egyébként teszem hozzá, hogy a kimondott bányász gépekhez nem kell olyan nagy erő, ugyanis ott a GPU a fontos. Tehát ezt beleteheted egy egyszerű gagyi gépbe is, csak bírja el azt a 2-3 vagy X videókártyát, amit mondjuk bele akarsz rakni. Tehát, hogy ahhoz nem kell csúcskategóriás számítógép. De kétségtelen, hogy most egy ilyen érdekes kavalkád van ezen a PC-s piacon, és ennek ez az eredménye sajnos, hogy valóban drágábbak az árak. Jó. Nézzük a videókat ismételten, csak nekem megint nem mutatja a videók melletti hozzászólásokat, csak egy ideig. Úgyhogy most akkor meg kell néznem újra. Itt azt mondja, hogy ablakos volt, ezért foglalkozik Windows-zal, ezt írja Enő. Hát egyébként igen. Végül is, ha vele gondolunk. Jó, rendben. Ha ott hagyja a gépet a Marika, és mire visszamegy, addigra van kék halál, akkor lehet, hogy valami energia ellátási gond van. Elmegy aludni, és nem tud rendesen felébredni. Windows 7-nél ez sok esetben fordult elő. Hát bizony bármi lehet, de hát ezek az a baj az ilyen hibákkal. Tehát tök aranyos Marika is, meg sokan, akik mondjuk ezzel kapcsolatban így felhívnak, de nem vagyok távgyógyász, és nem látom, hogy mi van azon a gépen. Tehát az ilyen jellegű hibákban én nem tudok így segíteni, max ötleteket mondani, és mivel pont a kék halál egy olyan hardware hibára utal általában, ami bármelyik hardvernek a hibája lehet, vagy még tovább, még ugye félig meddig szoftveres hiba is lehet ugye azék miatt, a driverek miatt. Innentől kezdve én ezt így honnan mondjam meg, hogy mi lehet. Tehát most elkezdhetünk itt találgatni, és akkor fölírunk 120 találatot, hogy vajon ezért, vagy azért, vagy amazért, és akkor vége is a műsornak gyakorlatilag, ha most ezeket kezdjük el kitárgyalni. Fogalmam sincs, tehát láthatatlanban ezeket a dolgokat nem tudok távolról számítógépet javítani, úgyhogy ezt nézzétek el nekem, ezt mindenképpen szakemberre kell bízni, tehát el kell vinni, és meg kell nézetni ezt a gépet. Most mondanám, hogy ha ott lennék és megnézném, akkor beljebb lennék. De sajnos mindenki ez nem tud kimenni és megnézni a gépet, úgyhogy ezt ne kérjétek tőlem. Aztán, szia Wendy, egy olyan problémám van, hogy vettem még október körül egy játékot, és azóta folyamatosan mindig játszok vele, de a múlt héten egy ilyen hibaüzenet jelent meg. És itt linkeltél egy képet. Mindent megpróbáltam, DirectX-et, videókártyámat is frissítettem, újra tettem a játékot is, de semmi. Tudnál ebbe segíteni? A hiba. Hát, mindjárt próbálok segíteni, látom a hibát. DirectX error. Hát, egyébként szépen benne van, bár kicsit katyvasz az üzenet, de szépen benne van a hiba, tehát, hogy DirectX error device removed, video card has not physically, has, mi ez? Video card
has been physically removed from the system or the driver update for the video card has occurred. És akkor GPU hiba. Hát ez videókártya hiba. Az igazság. Vagy a videókártyád nem úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy lefrissült a drivere, és az a driver esetlegesen ilyen hibákat okoz. Nem tudom, Windows 10-et használsz-e például? Szerintem igen, így ránézésre. Figyelj, nem lehet, hogy a Windows 10 felülbírálta a te videókártyádnak a driverét, és letöltött egy másikat, ami szerinte jobb? És az esetleg okozhatja azt, hogy a játék meg nem szereti ezt a videókártyát, vagy ezt a videókártya driver. Tehát föl kéne menni az, milyen videókártya ez, az így nem derül ki így hirtelen. Na mindegy, tehát föl kéne menni a videókártyád a gyártójának az oldalára, a gyártójának az oldalára, még egyszer hangsúlyozom. Tehát meg lehet próbálni persze a chipset gyártót is, tehát hogy Nvidia vagy AMD, de inkább a gyártó oldalára, tehát fizikailag kigyártotta azt a videókártyát, és az hozzá szükséges, legfrissebb az operációs rendszeret számára elérhető drivert föltenni hozzá. Jó? Ezt próbáld meg esetleg. Tehát nem a játékot kéne újra tenni, mert valószínűleg a játéknak mindegy. Hanem a videókártyának a drivere szerintem itt a ludas, legalábbis a hibaüzenet nagyon arra következtet. Illetve hát itt azt is írja, hogy fizikailag el lett távolítva a videókártya, tehát még az is lehet, hogy valamiért nem látszik a videókártya a gépben, még ha fizikailag ott is van, nem mozgattad meg azt a gépet takarítás közben, vagy valami lehet, hogy kilazult, lehet, hogy annyi az egész, hogy meg kéne mozgatni, tehát ki kéne nyitni a gépnek az oldalát, meg kéne mozgatni benne a videókártyát, mert lehet, hogy nem is működik rendesen, bár mondjuk akkor nem lenne kép, tehát ez is egy érdekes történet. Inkább a driver hiba lesz szerintem. Jó! Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi fért az adásba, találkozunk holnap, úgyhogy várlak benneteket 18.25-től, szevasztok!